Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, ez a Hetek Originals, és a vonalban itt Zoomon keresztül itt van velünk Pécsi Tibor történész. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, szerkesztő úr, üdvözlöm itt is és a hallgatókat. Az apropó, amiből most ezt a legújabb beszélgetésünket szeretném fölvezetni, vagy elindítani, néhány napja Tucker Carlson a Magyarországon is ismert és népszerű televíziós riporter, influencer, egy interjút készített egy Daryl Cooper nevű általa nagyon bátor és innovatív történészként fölkonferált személlyel, többek között a 20. század legjelentősebb történelmi eseményeiről, második világháborúról és a holokausztról is beszéltek, és az interjúnak több olyan részlete bejárta a világ sajtót, amelyek nagy megütközést és értetlenséget váltottak ki. És szeretnék itt a műsorban megkérni Önt, hogy ezekre majd reagáljunk, de mielőtt ebbe bele kezdenénk, szeretném föltenni ezt a kérdést, hogy maga az a műfaj, amit itt Carlson is népszerűsített a műsorában, az úgynevezett történelmi revizionizmus, a történelmi, a közelmúlt történelmének, vagy akár régebbi korok történelmének általunk ilyen evidenciaként ismert eseményeinek a megkérdőjelezése, ez tudományos szempontból van ennek bármi létjogosultsága, van-e értelme, van-e szükség arra, hogy újra és újra akár ismert eseményeket és korszakokat áttekintsünk? Hát ugye a kérdezés, kérdezni, annak abszolút van létjogosultsága minden tekintetben. Szerintem bárki, aki kommunikált már, vagy foglalkozott bármilyen tudománnyal, rájött arra már, hogy egyáltalán kérdezni, jól kérdezni sokkal nehezebb, mint elhallgatni valamit. Az már egy más kérdés, hogy, és hát ugye maga a tudományos élet és erről szól, hogy vannak kérdések, hogyan lehet megoldani különböző egészségügyi problémákat, milyen gyógymódot lehet találni rájuk, miért, hogyan történtek a történelmi események, milyen természeti folyamatok vannak, és ezekre hogyan reagálni a meglévő ismereteinkkel és technikánkkal, technológiánkkal. Tehát ezek mind jogos kérdések, és kérdezni mindig is szabad, sőt, bátorítom a hallgatókat, hogy ők is kérdezzenek dolgokat. Az már egy más kérdés, hogy megkérdőjelezni evidenciákat mennyire jogos. Egyébként szerintem a szólásszabadságba belefér, hogy megkérdezünk evidenciákat, és megkérdőjelezünk, és viszont ez alapvetően nem egy monologizáló műfajhoz kapcsolódik, tehát hogy én fölteszek egy kérdést, hogy vajon miért nem, vagy vajon tényleg István győzötte a Koppány elleni csatában, vagy a papok írták át a történelmet, és igazából Koppány volt az első király. Ezt én föltehetem ezt a kérdést, és lehet, hogyha monologizálnék rajta az interneten keresztül, és megosztanám, akkor nekem is nagyon hamar több tízezres, százezres követő táborom lenne, de ettől még ez a kérdés nem releváns. Mert hiszen ezek a dolgok eldőlt dolgok, és kicsit ez a műfaj számomra, hát a meg ne sértődjenek az ezt művelő bloggerek és influencerek, de hát ez sokkal inkább hasonlít arra, amit régen az emberek a kocsma magányában egy első, második, ötödik fröccs fölött vagy sör fölött műveltek, hogy az élet kérdéseim félhangosan elmerengtek. Tehát ha nincs mögötte tény, nincs mögötte tudomány, nincs mögötte átgondolás és több szempontból való megvilágítás, akkor ezek mind-mind csak egy ilyen lelki kibeszélő dolgok, tehát én nem biztos, hogy ezt a tegyünk föl kérdéseket, és utána, ami eszünkbe jut, mondjunk rá lehetséges válaszokat, műfajt, én ezt nem biztos, hogy támogatnám. De mi a helyzet abban az esetben, amikor a kérdések nem ilyen evidenciákra vonatkoznak, tehát nem azt tesszük fel a kérdést, hogy most ki győzött mondjuk Mohácsnál, hanem a történelemnek nagyobb
összefüggéseire, esemény sorokra, akár egy olyan időszakra, mint a második világháború, hiszen itt akkor azért, hogy rá is térnék arra, amit ez a brit-amerikai önjelölt történész, blogger fölvetett. Az egyik állítás, amire fölkapták világszerte sokan a fejüket, arról beszélt, hogy igazából a második világháborút azt nem Németország, nem a náci Németország és Adolf Hitler akarta, hanem abba Winston Churchill a fő felelős, ő hajszolta bele úgymond a németeket, meg Európát egy ilyen pusztító háborúba. Mit lehet ezzel az állítással kapcsolatban elmondani, lehet ezzel kezdeni? Hát egyszerűen azt lehet vele kezdeni, hogy Winston Churchill a háború során már közel 9 hónap háborús állapot után lett a Nagy-Britannia miniszterelnöke, tehát már időben sem áll meg ez a történet. Ráadásul, hogyha történész lenne ez az úr, vagy hitelt adna a történészeknek, akár brit és amerikai történészeknek is a 20. század folyamatainak a leírásában, ugye Ferguson, Niall Ferguson történész cáfolta több állítását nyilvánosan ennek a személynek. Tehát azért bele kell abba gondolni, hogy volt itt egy első világháború, ami mielőtt lett második, azt a nevet viselte az európai közbeszédben, hogy a nagy háború, amely utalta arra is, hogy gyakorlatilag Európában egy generációnyi fiatal halt meg, mindegyik oldalról, akár a központi hatalmak, akár az antant hatalmak oldaláról ebben a háborúban, és a 20-as, 30-as évek nyugati politikája, külpolitikája minden nyugati államnak arról szólt, hogy még egy háború ne legyen. És ezért történt meg az a dolog, ami tulajdonképpen a második világháború kirobbanásához is vezetett, hogy 1933. január 30-a, ugye Adolf Hitler kancellári kinevezése után gyakorlatilag a megbékéltetés politikája zajlott, hiszen mindenki ismerte a Németországnak, a náci Németországnak a külpolitikai céljait, a nagy német birodalom felépítésére, Németország-Ausztria egyesítésére, az úgynevezett szudéta németek vagy Volksdeutschok Németországba integrálására. Tehát ezeket a külpolitikai célokat ismerték, ráadásul elindult a német újra fegyverkezés, és tulajdonképpen a nyugati civilizáció magát az ideológiát vissza akarták szorítani, bár voltak szélső jobboldali pártok, sőt fasiszta, náci színezetű pártok, mind Nagy-Britanniában, mind ugye a Mosley-féle brit fasiszta unió, vagy éppen Franciaországban, tehát voltak ezek a szélsőséges mozgalmak, ezeket igyekeztek visszafordítani, de azzal, hogy a háborút elkerüljék, vagy elódázzák, tulajdonképpen a náci külpolitikát kiszolgálták a nyugati demokráciák, ha úgy tetszik, vagy nyugati államok, és ugye ennek egy csúcs eseménye volt az 1938-as Müncheni konferencia, amikor tulajdonképpen Csehszlovákia részleges felbontását jóvá hagyták a brit, a francia miniszterelnök, és ugye Mussolini, tehát meg természetesen nyilván Hitler, aki az ötletgazda is volt ebben. Tehát tulajdonképpen ott létrejött egy szerződés, és amikor 1939-ben a németek ezt a szerződést megszegve megszüntették Csehszlovákiát, ugye Csehmorva protektorátus néven a birodalomhoz csatolták ezeket a területeket, létrejött a független Szlovákia egyúttal, tehát megszűnt a Csehszlovák köztársaság, akkor utána kötöttek a franciák és a britek egy katonai együttműködési szerződést Lengyelországgal. Mert hát lehetett tudni, hogy a térképen melyik ország a következő, ahol nagy létszámú német kisebbség él, ráadásul Danzig, ugye a mai Gdansk városa kérdéses volt végig a két háború között, és ugye egy fájó pont a németségben, illetve Kelet-Németország
Kelet-Poroszország elszakítása a német területektől, a Danzigi koridorral, tehát lehetett tudni, hogy itt lesz egy valami fajta konfliktus, és a németek nem fognak megállni, és ekkor kötöttek egy szerződést, és ugye ez a szerződés kötelezte tulajdonképpen a nyugati hatalmakat arra, hogy 1939. szeptember 1-e után, amikor is ugye megtámadta Németország Lengyelországot, akkor kellett nekik, a franciáknak, briteknek hadat üzenni Németországnak. De a következő év tavaszáig, tehát jó fél évig beszélünk egy úgynevezett furcsa háborúról, mert volt mozgósítás Franciaországban, Nagy-Britanniában is, de például nem támadták meg Németországot nyugatról, miközben Németország együttműködve ugye a sztálini Szovjetunióval feldarabolta Lengyelországot. Tehát arra, hogy konkrét háború legyen, csak 1940 késő tavaszán, kora nyarán került sor, és Winston Churchill szerepe annyiban volt, hogy ő bátorította és erőszakolta át tényleg a brit kormányon, hogy 1940 áprilisában, amikor megjelentek a németek Norvégiában, akkor brit csapatokat küldjenek oda, megakadályozva azt, hogy minden, vagy megpróbálni megakadályozni azt, hogy minden vasérclelő helyet és minden norvég kikötőt megszálljanak a németek, és ugye hát az elhíresült narviki konfliktus volt az, amiben először valóban Churchill nyomására brit katonák tevőlegesen fegyverrel részt vettek a világháborúban, és ebbe a vereségbe bukott bele egyébként Chamberlain miniszterelnök, és azután tényleg Winston Churchill lett a Nagy-Britannia és Európa nagy szerencséjére a brit miniszterelnök, mert ugye ő következetesen a nácizmus ellen lépett fel. Lett volna egyébként lehetőség arra, hogy a háborút ennek a megbékéltetési politikának a folytatásával elkerüljék, vagy akár időlegesen elkerüljék? Én azt gondolom, hogy, és ez a saját személyes véleményem, lehet, hogy egy blogba kellene elmondanom erre a kérdésre a választ. Én úgy gondolom, hogy a diktatúrák és ezek a szélsőséges ideológiák, mint a nácik, a fasiszták, de akár az iszlám radikalizmus is erőből értenek. Tehát ha a 38 előtt, ugye a müncheni szerződés előtt, ami azért fordulópont, mert Chamberlain azzal tért vissza ugye Londonba, hogy elhoztam a békét, ami nemzedékünk számára, és lásd, egy év múlva már háborúban álltak, de 38-ig, hogyha erőt mutatnak, katonai erőt, akár mozgósítással, akár erőteljesebb diplomáciai eszközökkel a britek és a franciák, én úgy gondolom, hogy el lehetett volna úgázni a második világháborút, annál is inkább, mert gyakorlatilag a müncheni egyezmény juttatta hozzá a harmadik birodalmat azokhoz a volt cseh területekhez, amelyek a leginkább iparosodottak voltak, bányákhoz, gépgyárakhoz, és ott tudott megindulni igazán ennek hatására, vagy még jobban fellendülni a német újrafegyverkezés, hiszen például fél évvel a müncheni konferencia előtt az Anschluss során, ugye mindannyian tudjuk, hogy ha 1938. március 13-14 az Anschluss időpontja, de talán azt kevesebben tudjuk, hogy részben azért tartott 2 napig az Anschluss, mert a német gyártású tankok jelentős része lerobbant a bevonulás során, és meg kellett szerelni őket. Na most a Skoda művek, amelyet 38 őszén megszerez Németország, és a cseh gépipar ezen a technikai nehézségen segített például. Nézzük akkor a másik állítását Terrell Coopernek. Ő azt mondja, hogy hát tulajdonképpen a holokauszt egy ilyen szerencsétlen véletlennek a következménye. Németország megindította a támadását keletre, a Szovjetunió ellen, és ott hirtelen rövid idő alatt olyan nagy létszámú hadifoglyot, meg menekültet kellett valahogy
kezelniük, hogy hát nem volt más lehetőség, mint az akkor már részben meglévő, vagy akkor létrehozott táborokba gyűjtötték ezeket össze, aztán pedig, mivel nem voltak erre fölkészülve, hát itt sajnálatos módon több százezeren vagy millió számra meghaltak azok, akiket úgymond ide menekültként vagy hadifogolyként bezártak. Ez nyilván még meredekebb állítás, mint amit az imént beszéltünk. Hogy lehet tényszerűen, mik azok a sarokpontok, amivel ezt a, hát egyébként már nyilvánvalóan egyfajta antiszemitizmusba is áthajló revizionizmust és a felelősöknek a mentegetését vel szemben mit lehet fölhozni? Hát alapvetően azért azt szögezzük le, hogy még az előző állítás Winston Churchill, mint a háború oka, az alapvetően egy olvasatlanságból, bocsánat, műveletlenségből adódó primitív mondat. Ebben a mondatban viszont valóban megjelenik már, amit ön is mondott, az antiszemitizmus. Ugye én foglalkozom a holokauszttal, és igazából hat fajtáját különböztetjük meg a holokauszt tagadásának, és sajnos ezek jellemző, vagy megjelennek ebben a nyilatkozatban, vagy ebben a szózatban. Ugye van, akik primitíven tagadják a holokausztot, azt mondják, hogy nem történt semmi, nem is volt holokauszt, csak azért találták ki a zsidók, hogy bűntudatot ébresztenek a nemzetekbe, és legyen egy államuk, a mai Izrael állam. Második fajtája a holokauszt tagadásnak, revizionizmusnak, az már a szofisztikáltabb. Ők már azt keresik, hogy hát oka volt azért, hogy ez megtörtént, ők már megmagyarázzák, hogy a zsidóknak milyen felelőssége van abban, hogy őket végül kiirtani akarták, vagy éppen ez, amit elhangzott az interjút adótól, hogy a szegénység miatt éheztek, csak a táborokban nem volt pénz táplálni őket. Van egy olyan forma, ami azt mondja, hogy mindenért a németek a felelősek. Vannak, akik összehasonlítják, tehát a harmadik fajta az összehasonlítás módszerével végzett tagadás, hogy ez nem volt ez igazából egyedi dolog, hát más népeket is üldöztek, és akkor ugye innentől kezdve az aszték-tlaxcalai konfliktustól az észak-amerikai indiánok elleni népirtásokat, és végén már a bálnák japán halászok általi elpusztítását is ehhez hasonlítják. Vannak, akik csökkentik a holokausznak a jelentőségét, ez a negyedik forma, hogy ez egy mellékes esemény volt, zajlott a háború, nem tudtak mit kezdeni, ugye most, ahogy elhangzott, a rengeteg hadifogója, nem tudtak fölkészülni erre, itt jegyzem meg, és hát ezért küldték őket táborokba, ahol aztán a nyomor miatt elpusztultak, itt jegyzem meg egyébként, hogy nem hadifoglyokként küldték, és nem hadifogoly táborokba a zsidókat a nácik. Itt összemossa az interjút adó tulajdonképpen azt a valós helyzetet, hogy tényleg a szovjet hadifoglyoknak volt egy ilyen tragédiája, hogy tényleg nem voltak fölkészülve a németek több százezer és milliós hadifoglyokra, és tényleg halálra éheztették jelentős részüket, de a zsidó áldozatai a náci politikának, azok nem hadifoglyokra vonatkoztak, hanem civil polgári személyekre. Akkor ugye vannak, akik a holokausztot inflálják, tehát más is holokauszt, erre utaltam, és hát tulajdonképpen van egy rangsorolás is, ez talán a enyhébb formája, hogy mindenki szenvedett a háború alatt, miért pont a zsidókat emeljük ki. Tehát azért, ha ezeket így végig gondolják a hallgatók, nézők, akkor látható, hogy az interjút adó blogger, influencer úr, hát eléggé erősen belement tulajdonképpen ebbe az okos körmönfont holokausz tagadásba, mondván, hogy hát így alakultak a dolgok. És ezzel tagadja azt a tudatos politikát, ami a náci államnak egy sarkalatos feladata vagy célja volt, hogy az európai zsidóságot, illetve a náci uralom alatt élő zsidóságot elpusztítsák. Ugye az interjúval kapcsolatos kritikák nem csak az interjú alanyra vonatkoznak, hanem arra is, hogy Tucker Carlson ebben a több mint 2 órás interjúban gyakorlatilag egyetlen ilyen meredek, alaptalan
állítás sem cáfolt, hanem végig kedélyesen, mint egy támogatólag beszélgetett ezzel a személlyel. Itt mennyiben merül föl egy ilyen esetben a interjú készítőnek a felelőssége? Osztozik-e ő is abban, amit a beszélgető partnere elkövet? Hát Morvai úr, ön az újságíró, és tudja a választ. Én, mint történész és hallgató és néző, azt tudom mondani, hogy szerintem teljes mértékben osztozik, hiszen egyrészt vétkesek közcinkos, aki néma, tehát lehet, hogy egy interjú alany meredek dolgokat mond, és kérem önt, hogyha én meredek dolgokat mondanék, akkor nyugodtan tegyen helyre engem, mert szerintem ez az újságírói munkának, hivatásnak része kell, hogy legyen. Én nagyon sajnálom, hogy nem alakított ki a műsorvezető, a Karszon úr nem alakított ki egy vitát erről. Mert sokkal jobb lett volna szerintem a műsora is, ha ő elkezd vitatkozni ezekkel a dolgokkal, és másrészt ugye sajnos a magyar sajtó, rádió, televízió műsorok között is látunk ilyen műsorokat, amikor az interjú készítő, vagy hát az újságíró hagyja parttalanul beszélni csupán a nézettség és a hallgatottság érdekében a vendégeit. És én azt gondolom, hogy ez egy nagy hiba. Én, ha ott lettem volna, biztos, hogy legalább olyan hosszan reagálok a sületlenségekre, tévedésekre és rosszindulatú mondatokra, mint amennyiben ezt az interjú alanyom tette. Meglátjuk minden esetre, hogy lesz-e reakció. Most eltett, itt vasárnap beszélgettünk 5 nap az interjú óta, azóta Tucker Carlson nem tette igazából helyre az elhangzottakat, nem korrigálta. És nyilván ennek egy olyan következménye is van, hogy a kevesebb mint 2 hónap múlva sorra kerül amerikai elnökválasztási kampánynak is egyik témájává tette, vagy még inkább előtérbe hozta azt, hogy a jobb oldal vajon mennyire tudott megtisztulni, megszabadulni az antiszemitizmustól. Látjuk ennek a másik oldalát, ugye az Izrael ellenes palesztinpárti tüntetések, egyetemi tüntetések is, tehát egy aggasztó jelenségként mindkét politikai, nagy politikai oldalról lehet látni olyan megnyilvánulásokat, amelyekről azt gondoltuk, hogy talán már a múltnak a része. És nagyon köszönöm, hogy így Szabad még történészként. egy Hogyne? megjegyzést tennem itt erre? Azért azt is elfelejtsük el, és én most nem kampányolok senki mellett, hogy a második világháború idején demokrata kormányzata volt az Amerikai Egyesült Államoknak, és ez a demokrata elnök ugye Roosevelt és a stábja 1943 végéig rendkívül passzívan vette tudomásul azt, hogy mi történik az európai zsidósággal. És hát ugye azóta is felmerülnek azok a kérdések, hogy például amikor már 43 őszétől megtehették volna, miért nem bombázták például az Auschwitzba vezető vasútvonalakat, miért nem bombázták magát a tábort. Persze én is tudom a katonai politikai válaszokat, hogy újjáépítették volna, meg esetleg a foglyok is meghaltak volna ebben a dologban, de talán például most a 80. évfordulóján a magyarországi holokausznak el kell gondolkoznunk azon, hogyha lebombázták volna az Auschwitzban Magyarországról vezető vasútvonalakat, vagy akár több száz zsidó fogoly élete árán, de lebombázták volna a gázkamrákat, mennyivel több honfitársunk esetleg életben maradt volna. Tehát azért azt se felejtsük el, hogy most könnyű mutogatni a republikánusokhoz közel álló újságíró sorára, de azért a saját történelmi múltjában is érdemes lenne ennek a pártnak elgondolkozni, illetve hát azon, hogy gyakorlatilag most is demokrata elnökség alatt rendkívül módon megerősödött az antiszemitizmus és az Izrael elpusztítására és felszámolására felesküdött erők támogatása az amerikai közvéleményben. Egy statisztikai adatot, ha lehet még mondanom, hogy az október 7-ét követő események óta az amerikai
fiataloknak körülbelül az 50%-a nem támogatja Izrael létét, és nem támogatja Izraelnek az amerikai állam által való támogatását, fegyverekkel és erkölcsileg. És ezek is intőjelek, és akkor itt megköszönöm a lehetőséget, hogy beszélhettem. Abszolút nagyon köszönöm ezt a aktuális kiegészítést is, és köszönöm akkor a segítséget ennek a történelmi, de nagyon is valós és nagyon is velünk élő kérdésnek a tisztázásában. Folytassuk majd a beszélgetést. Köszönöm szépen, viszont hallásra. Köszönöm önöknek is a megtisztelő figyelmet, köszönöm, hogy már 91 ezeren feliratkoztak a csatornánkra. Én a jövő héten Izraelben fogom tudósítani a Hetek podcast csatornáját, meg a lapot is. Várhatóan mind az északi, mind a déli határvidékről, frontvonalról be tudok majd jelentkezni, úgyhogy várom Önöket ezekkel a műsorokkal is, és más műsorainkkal is. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, találkozunk a legközelebb is a viszonthallásra.